azok az emberek, a Wolf Gábor barátom például itt ül, a marketing kommandó atya, Krisztával feleségével, neki is kérek szépen egy nagy tapsot, köszönöm szépen, hogy itt vagytok vele. Köszönöm szépen. Egy ember, aki neki mindig akartam a közelébe kerülni, nagy csodálója voltam mindig, és meg akartam szerint a telefonszámát, ting, lepattantam, nem ment. Ott egy e-mail, hivatalos e-mail címére, nem ő, tehát ez egy védelmi háló, én nagyra becsülöm, sőt, ma már tudok azonosulni is vele, mert van az, ahol már nem tudja az ember. És a lényeg az, hogy egyszer elmentem egy rendezvényére, I Love rendezvény, oda mentem, és hogy kell megtölteni egy rendezvényt. És mondta a Gábor, hogy jött hozzám, hé, te ismerős vagy nekem, te mit keresel itt? Hát mondom, megtisztelzem, hogy mit keresek itt. Ez neked minden teltházas, minek jöttél ide? Na, mindig lehet tanulni. És a lényeg, hogy utána, amikor kiírtam az arénát, megkeresett a Gábor, és azt mondta, hogy egyrészt gratulál ahhoz, hogy voltam elég bátor ebbe beleállni, mert eddig Magyarországon még ezt senki nem merte. Másrészt szeretném felajánlani marketinges tudását, ami a legkomolyabb az országban ahhoz, hogy ez a rendezvény összejöhessen, és mikor megkérdeztem tőle, hogy milyen feltételek, azt mondta, hogy hülyeskedsz, nekem megtiszteltetés, ha ebben a segítségedre lehetek. Ez egy ember.